Legutóbb február 8-án Török Bálinton játszottak bajnoki meccset a Kékcápák, ahol sorozatban hetedik idei győzelmét gyűjtötte be a csapat. Az elmúlt hétvégén a HEP kupa döntője miatt nem rendeztek fordulót az NB1B piros csoportjában. A nyíregyháziak igyekeztek kihasználni a szünetet, a sérülések és betegségek kezelése mellett azért egy edzőmeccs is belefért a programba, az élvonalbeli Jászberényen játszottak Busz Ivánék. A két hét első hete egy picit zaklatott is volt, mert az egyetemen akkor indult be a szorgalmi időszak, és a srácoknak többször kellett ott lenni az órán, mint az az egész évben megszokott, egyéni tanrendet kellett intézni, és hasonló. Éppen ezért talán nem is baj, hogy az a hét az úgy alakult, és a hétvégén nem volt bajnoki mérkőzés, de mi szeretjük a meccseket, ezért elmentünk Jászberénybe egy edzőmeccset játszani, ahol úgy gondolom, hogy megálltuk a helyünket. A Jászberény természetesen sokkal gyorsabban kosárlabdázik, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva, és nekünk pontosan ez kellett, hogy egy picit más ritmusban kosárlabdázzunk, illetve nézzük azt meg, hogy bizonyos dolgokat, amiket azon a héten megpróbáltunk kialakítani, megtanulni, azokat tudjuk-e alkalmazni egy olyan csapat ellen, mint a Jászberény. A Nyíregyháza 17 győzelemmel és 3 vereséggel a tabella élén áll, a TF Budapest pedig 9 győzelemmel és 11 vereséggel a 8. helyen várja a mérkőzést. A fővárosiak kulcsembere, a közel 25 pontot átlagoló Ivasev Tamás, akinek semlegesítése kulcsfontosságú lehet a mérkőzés kimenetele szempontjából. Én azt szeretném, hogyha a csapatvédekezésünk olyan erős lenne, mint amilyen az szokott lenni. Ugye az elmúlt időszakban talán nagyon nehezen merem ezt kijelenteni, de talán kezd egy picit összeállni ez a csapatjáték, és bíznék abban, hogy meg fogjuk tudni állítani őt is, és a többieket is. A legfontosabb természetesen, hogy olyan pontszámon tudjuk őket tartani, aminél mi többet tudunk dobni. A TF Budapest Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Ludovika arénában. A forduló további párosítása a következő: Baja Budafok, Veszprém PVSK, Budapesti Honvéd Meavsz Miskolc, Vasas Akadémia MTK Elitbasket, Nagykőrös Salgótarján és BKG Prima SM Avc.